útjára indították a 2020-as gazdasági évet. A Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara kitüntető díjakat alapított azon vállalkozások számára, melyek a térség gazdaságát, fejlődését szolgálják. Torda Tibor 17 éve foglalkozik egészségügyi műszaki berendezések, főként orvostechnikai eszközök tervezésével és kivitelezésével. Egyebek mellett az NTS újszülött szállítórendszer kialakítása is a nevéhez köthető. A hatvani vállalkozó szívesen összefogja az ezen területen dolgozó szakembereket is. Egy éve megalapította az egészségügyi szakemberek integrált egyesületét. Hát egyrészt az, hogy beteg embereknek akár a közvetett módon való gyógyítási folyamatába tudunk beavatkozni. A másik pedig az, hogy egyrészt az orvostechnológiai, illetve az orvostechnikai eszközöknek mind a megértése, mind a fejlesztése, mind pedig a jövőbe látása egy nagyon speciális terület. És én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan műszaki kihívás van benne, ami egy műszaki szakembernek effektíve egy nagyon előremutató dolog lehet. A műszaki kihívások azok miből adódnak? Hát egyrészt az, hogy nagyon sok specialitás van, amit közvetlenül akár az orvos szakmával való egyeztetés során kell meghatároznunk, másrészt pedig ugye a betegközpontúság, illetve ami a legfontosabb műszaki szempontból, hogy a betegbiztonságot tudjuk előtérbe helyezni. És ezek nagyon sok kérdéskört vetnek föl, és ennek megfelelően ezeknek mind meg kell felelni. Hogyan fogadta, hogy most díjban fog részesülni? Teljesen meghatódó. Igazából, hát számomra ez egy nagyon nagy örömhír, egy olyan dolog, amit megfelelően alázattal kell kezelni, de azt gondolom, hogy ez egy hatalmas mérföldkő az életemben, és ennek értelmében nem állunk meg, hanem folytatjuk tovább a munkát. Az ünnepségen részt vett dr. Juhász Attila Simon, a Heves megyei közgyűlés elnöke is. Megindult a terület és település fejlesztési operatív program, melyben a megyének nagyon komoly szerepe jutott, és a gazdaságfejlesztése kapcsolatban számos olyan topos projekt került ki a megyébe, ami érdemben hozzájárul a megye gazdaságfejlesztéséhez. Ezekből engedjék meg, hogy egy párat felsoroljak. A megyei közgyűlés elnöke kiemelte, kétségtelen, hogy Heves megye gazdasága az Eger-Gyöngyös 60 tengelyre épül, de nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy ettől a tengelytől északra és délre is területeket és lehetőségeket biztosítsanak a vállalkozások számára. Az elnök hozzátette, az elmúlt években fontos fejlesztési források jutottak az ipari parkok korszerűsítésére is. Dr. Parrag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke beszédében méltatta a kamarai tagság előnyeit és dicsérte a magyar gazdaság helyzetét. Aki ma nincs ott a kamarában, mint vállalkozó, az szegényebb vállalkozó. Nem feltétlenül pénzügyi értelemben, hanem befolyásban, kapcsolatrendszerben, erkölcsben, értékben, és biztos vagyok abban, hogy ennek az értéke, a kamarai tagságnak, kamarai jelenlétnek az értéke a következő esztendőkben tovább fog nőni. Magyarország kikerült a túlzott deficit alól, az átlagbérek és a megtakarítások 50%-kal nőttek. A beruházási rátánk egyedülálló Európában, és nem csak lakás és útépítésben, de infrastruktúra fejlesztésben is élen járunk. A magyarországi minimálbérek emelésében az iparkamara fontos szereplő, tette hozzá a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.